Bizonyos kulináris különlegességek kifejezetten megosztják az embereket. A fekete puding is ilyen. Az angol reggeli elengedhetetlen elemének ugyanis becsapós neve van. Ez nem is igazán puding, inkább egy vérből készült kolbász. Nagy-Britanniában azonban esküsznek rá az emberek. A fekete puding különösen Anglia északnyugati részén népszerű. Nem hivatalos fővárosa pedig a Manchester melletti Bury, ahová a Deutsche Welle riportere is ellátogatott. Finom vagy undorító? A hagyományos angol reggeli ezen összetevője megosztja az embereket. Van, aki imádja, és van, aki ki nem állhatja. Ez a fekete puding, amely a legfinomabb vérből készül. Ez a mi hagyományos fekete puding gyűrünk, állati bélbe töltve. Maga a keverék majdnem olyan, mint egy barnás csokoládé keverék. De ennél azért egy kicsit több kell, hogy jól sikerüljön. Mindenek előtt a kérdés. Miért esznek a brittek vérből készült pudingot? A fekete puding nem is igazi puding, hanem egyfajta véres kolbász, és évszázadok óta fogyasztják. Egész életemben fekete pudingot ettem. Itt tudom, miről van szó. Nagyon-nagyon finom, és a reggeli nem reggeli nélküle. Van benne egy kis hagyma, van benne néhány fűszernövény. Elég jellegzetes íze van. A fekete pudingot egész Nagy-Britanniában és Írországban ismerik és fogyasztják, de különösen Észak-Angliában nagy a hagyománya. Központja pedig a Manchestertől északra található Bury városa. Az emberek mindenhonnan jönnek, például buszos kirándulással, jönnek a csomagjaikkal, és a végén ott lóg ki a fekete puding a táskáikból, Skóciából, Yorkshireből, vagy bárhonnan, és csak azért jönnek ide, hogy fekete pudingot vegyenek. A Bury Black Pudding Company a világ minden tájára szállítja a kolbászt, Hongkongtól kezdve Szingapúron át egészen Abu Dhabiig. Richard Morris megmutatja, hogyan készül a különlegesség, amihez valójában nem is kell friss vér. Mi szárított vért használunk. Nagyon hasonló módon szárítják, mint a kávét. Ebbe tesszük bele a fűszereket. Ez a fűszerkeverék még a nagyapám idejéből származik, több mint 100 évvel ezelőttről. Ez a mi hagyományunk. Csodás az illata. A friss vágásból származó vért évszázadok óta felhasználják, hogy az állatból minél kevesebb menjen kárba. A fekete puding többi összetevője pedig a szétmorzsolt kétszer sült, a hagyma, zabliszt, árpa és sertésbirka vagy marhazsír. Sok fekete pudingnak kb. 20-25% zsírtartalma van. Nálunk csak 3% a zsír. Egyáltalán nem darálunk zsírt a termékünkbe. Annyi a zsír, amennyit látni is lehet. A szárított véres fűszeres keveréket turmixgépbe öntik és vizet adnak hozzá. Ezután jön a többi hozzávaló, némelyik előre megfőzve. Tehát az árpa, amit fent mutattam, amikor a hálóban van, háromszorosára, 3,5-szeresére duzzad meg. Tehát miután megfőtt, megduzzad, mint a rizs. Pontosan erre a bolyhos állagra van szükségünk. De hogy főzzük meg, azt titokban tartom. Miután minden hozzávalót összekevertek, a nyers fekete puding masszát kézzel töltik bele a bélbe. Ez egy hagyomány, amely már több mint 100-200 éves. Nincs olyan gép a világon, amely képes lenne a fekete puding megtöltésére és megkötésére. Mi csináljuk a kezünkkel, emberek. Így jön létre a Bury Black Pudding. Utolsó lépésként a fekete pudingot megfőzik. A megfelelő szín eléréséhez pedig hűlés közben folyamatosan mozgatják. Így jut levegőhöz a termék. Szóval a termékeken itt vannak a kis nyomáspontok. De amikor levegő éri, látod, hogy ami szürke, az feketévé válik. Ha folyamatosan mozgatjuk és mozgásban tartjuk őket, az egész termék egyenletesen fekete lesz. A fekete puding brit és ír specialitás. De mi különbözteti meg a fekete pudingot a többi véres kolbászfélétől? Sok fekete puding pedig inkább olyan, mint a kolbászhús, vagyis elég kemény. A német verzió például bratwurst-szerű és harapós. A miénk jóval krémesebb. Észak-Nyugat-Angliában azt mondjuk, hogy ha háromnál többször kell megrágnod, az már rágós. Így készül tehát a hagyományos fekete puding. Te mit gondolsz róla? Finomnak, vagy inkább gusztustalannak találod?